December 20-án a Penta Kft. Gödöllői székházában megtartott sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a gödöllői székhelyű építőipari cég támogatási szerződést írt alá a szezon elején szponzor nélkül maradt gödöllői röplabdaklubbal. Itt mutatták be a női röplabda csapat régi új tagját, az 53-szoros válogatott feladót Köté Zsanettet is, aki november 28-án igazolt a gödöllői együtteshez. Különösen azt szeretem a sport rendezvényeken, hogyha teltház van, valahol a közönségért van a sport. Ez egyik fontos célom, hogy itt a csarnokot megtöltsük majd. Olyan teljesítményre legyenek képesek a lányok, vagy közösen, hogy komoly érdeklődést váltson ki. Még egy fontos dolog van, itt a rövid idő alatt, mióta ugye a röplabdához közel kerültem, most már államtitkári szinten bejelentésre került, hogy a röplabdát fölveszik a látványcsapat sportok közé. Ez inkább itt az a kérdés számomra, hogy eddig miért nem volt látványcsapat sport. Ugye a világon a negyedik legnépszerűbb csapatjáték. Én szeretnék azon dolgozni, hogy Magyarországon a megbecsülése és a népszerűsége is a röplabdának olyan legyen, mint a világ többi részén. Az idén 26 éves Penta általános építőipari Kft. December 1-én vált a Gödöllői Egyesület névadó szponzorává, miután a Teva Gyógyszergyár ZRT 10 év után vonta meg a 2000 óta élvonalban játszó együttes támogatását. A 2015-16-os bajnokságot a klub a 6. helyen zárta. Az ifjúsági csapatunk volt, aki bajnoki címet szerzett, ami a klub történetének a 2. magyar bajnoki címe volt. A szezon végén véget ért egy nagyon hosszú távú együttműködésünk a Teva Magyarországgal. Mindenféle változások voltak a Tevánál, és ennek következtében az ő lehetőségeik lekorlátozottak abban, hogy az egyesületünket, a klubunkat tudják támogatni. Az év elején új elnököt választottunk, aki egy átmeneti időszakot eredményezett nálunk, és a nyáron úgy döntött, hogy ezt a tevékenységet ő nem szeretné továbbiakban folytatni. Ez a két dolog egyszerre elég sok volt így a klub életében, és próbáltuk mind a vezetőséget újraépíteni, mint pedig a új támogatók után nézni. Elég sok helyi céget kerestünk meg, és ez egy 3-4 hónapot igénybe vett, és ennek folyamánya volt az, hogy Penta Kft.-ben találtuk meg azt a legfőbb partnert, akivel úgy gondoljuk, hogy egy hosszú távú együttműködés keretében vissza tudjuk emelni a gödöllői röplabdát, akár felnőtt, akár utánpótlás szinten olyan magasságban, ahol az elmúlt 8-10 évben volt. Ezért dolgozunk együtt. Én azt gondolom, hogy a Penta Kft. Elkötelezett a sport támogatásában. Most könnyé változta ezt a szándékát is, hogy lokálpatriótaként, gödöllői cégként a gödöllői sportot, a gödöllői emberek életét is támogatja. Ugye mi már 2008 óta itt vagyunk Gödöllőn, nagyon jól érezzük magunkat, és szeretnénk tovább kapcsolatokat képíteni, gyökeret ereszteni, és azt gondoljuk, hogy ha lehetőség adott, akkor kötelességünk támogatni a környezetünket, amennyire erőnk engedi. Ugye itt nagy volt a baj, és gyorsan történtek az események. Egyébként is egy évvégi hajrában vagyunk. Most erre az évre írtunk alá gyorsan egy szerződést, hogy azonnali bajt orvosoljuk, de a beszélgetések elindultak, hosszú távra tervezünk. Szeretnénk hosszú távon itt működni, létezni Gödöllőn. Ugye 26 éves már a Penta Kft., ugye magyar tulajdonú cég. Bízunk benne, hogy hosszú távú kapcsolatot ki tudunk alakítani, és támogatásra méltó, szeretetre méltó klubba a Gödöllő. Ennyi időt is megismertem, amennyire megismertem a klubot. Ugye 150 utánpótláskorú játékosa van.
nem csak Gödöllőről, az ország távoli pontjáról is, ezért érdemes támogatni. Az anyagi támogatás mellett a Páncélottó Péter úr, a Penta Kft. Ügyvezetője a múlt héten a klub közgyűlésén elnökünknek is választotta meg a tagság. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan szimbiózis alakít ki az egyesület, illetve a vállalat között, ami nagyon gyümölcsöző lehet mind a két fél számára. Az elnökségünk 5 főből áll, ahogy eddig is. Páncél Otto Péter úr, ő az elnök. Egy új pozíciót hoztunk létre, egy alelnöki pozíciót, az pedig Barta László tölti be. Emellett, aki eddig is elnökségi tagunk volt, a Penta Kft. Még egy főt delegált az elnökségbe, ez pedig Laza Bálint úr, illetve a régi elnökünk, illetve elnökségi tagunk Árpás Géza úr, illetve én, Sári Csaba, így vagyunk 5-en az elnökségben. A Gödöllői Röplabda Klub női csapatába 9 év után Franciaországból visszatérő Köté Zsanett tervei között a válogatottban való részvétel továbbra is szerepel. Szerettem volna minél hamarabb csapatot találni, mert a jövő nyári program az elég fontos számomra, hogyha már így benne voltam a csapatban, akik így megküzdöttünk a kijutásért, és sikerült. Úgyhogy ezt mindenképp leszeretném aratni ennek a gyümölcsét a csapat tagjaként. Aztán ugye mivel most új szövetségi kapitány lesz, nyilván majd az ő választásra lesz, hogy beválaszt-e, nem választ be, de én szeretném a tőlem telhetőt megtenni. A Gödöllői női röplabda formáció csapatkapitánya Széles Petra munkahelyi elfoglaltsága miatt viszont búcsúzni kényszerült a válogatottságtól. Nagyon nehéz döntést hoztam a válogatott lemondásával, de úgy érzem, hogy igazából ennek az eredménye az a változás, ami most beállt az életembe, hogy munkahelyem van és dolgozni tudok. Úgy éreztem, hogy meg kell hoznom ezt a döntést. Nagyon sajnáltam számos effektust a válogatott életéből, mind a lányokkal való kapcsolatomat, hogy nem tudtam ott lenni velük sokat. Persze Messengeren és Facebookon, forró dróton tartottuk állandóan a kapcsolatot, de úgy érzem, hogy azért nagyon sok jó sztoriból kimaradtam. Meg hát ugye a szép siker, amit elértek, annak is szerettem volna részese lenni, de úgy néz ki, hogy a nagyobb jó érdekében úgymond fel kellett áldoznom ezt a dolgot. A Nemzeti Bajnokság első osztályának előző szezonjában 6. helyet elért csapat vezetőedzője bízik abban, hogy januártól újult erővel folytathatják a bajnokságot, feledve azokat a főként mentális problémákat, amelyekkel mostanság a játékosok többsége küszködik. Hát így a bajnokság közben, általában itt a őszi bajnokság végén már a nyáron, illetve a szeptemberben megszerzett állóképesség azért hanyatlanul szokott, ilyenkor január elejétől megint egy újabb alapozásba kezdünk, de ilyenkor inkább a taktikai dolgokkal vagyunk elfoglalva edzésen. Most már úgy látom, hogy ha nem is megszokták, de kezdenek hozzászokni mind az én stílusomhoz, mind az edzéseknek a elvárásaihoz, és úgy gondolom, hogy szépen lassan lépegetünk előre, de ez hosszú idő. Thank you.